megoldani. Köszönöm.
selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer Diener, und er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antwortete ihm: das Wort erfüllt würde, welches er sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug er des Hohenpriesters Knecht und heb ihm sein recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petru: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, der mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben. Thank you.
und der Oberhauptmann und die Diener, die jüdischen Namen Jesu und bunden ihn und führten ihn aus Esther zu Annas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hohe Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden rief, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Thank you.
Petrus aber forderte Jesu nach und ein anderer Jünger. Bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Töterin und führte Petrus. Die Magd, die Tür.
Petro. Ist mutig dieses Menschenjäger einer? Er sprach, ich will's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war stund bei ihnen und wärmete sie. Aber der hohe Priester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, nahm dem Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester so antworten? Hab ich übel geredet, so beweis es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sie. Da sprachen sie zu ihm: Ich bin's nicht. Spricht des Hohen Priesters recht ein.
ein Gefreuter des, der Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sei dich nicht im Harten bei ihm. Da verneugete Petrus aber mal und alsobald krähte der
megemlékezik és békesség. Isten, a mi atyánkon és a mi úrtól, Jézus Krisztus. Hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet megrivatálunk Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levelében, a 8. fejezet 38. versétől a 39. a következő. Mert meg vagyok győződve, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendő, sem hatalma, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Isten élet. Csend. Csend, amelynek annyiféle színe, arca, megjelenési formája van. Csend. Meg ha bizonyos helyzetekben hirtelen beáll, akkor feszültséget érzünk. Feszültség bennünk és körülöttünk. Kínos, vagy éppen a zavaró feszültség. De csupán ez a kínos, zavaró feszültség, ami ott van, hanem a letagozó hír alulunk talán kihúzó csendje. Hír, amikor rádöbbenünk arra, ami körülöttünk van. Amikor a valóság szívenünk. Amikor a hír megbénít. A bénultság csendje. Nem tudjuk hogyan tovább, de ezt még kimondani sem tudjuk. Csak ott vagyunk, abban a néma, tehetetlen csendben. Ott van ez is, nagy szombat csendjében. A mindennapi csendek aztán beállhatnak teljesen váratlanul, spontán és teljesen profán módon. Köznapok zavaró csendjei, amikor egyszer csak telefonálunk, és valaki, vagy én, vagy a másik beszélgető fél egyszer csak leárnyékolódik. Vastag falak közé, vagy éppen alagútba, barlangba, vagy mélységbe kerül, és a jel nincs tovább, mert valami leárnyékolt. És ott van a furcsa feszült csönd, tartjuk a telefont, és a másik oldalon nem szól bele senki, mert nincs ilyen. Ott vagy, ott van. Mondjuk, de tudjuk, hogy úgy sem hallja, csak ott van bennünk a feszültség. Van ilyen, vagy éppen nem is tesz már. Vagy szombat csöndjében ott van ez a bizonytalan, nehéz, szótlan, bénult csend. Tanítványunk bizonytalansága. Mi van a csönd után? Nincs jel. Nincs illetjel. A Mester halott, keresztre szegezték, meghalt, és testét sziklasíva helyezték. És a félelem és a bizonytalanság csendje rettenti a mindenkori tanítvány. Nincs jel. Némoság van, bizonytalanság. Nagy szombati csend, más színe és hőfoka is van.
mutatja be Pál apostol szava. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi magunkban. Lehet, hogy most még nincs jel. Lehet, hogy még nem halljuk, nem látjuk, nem érezzük. Megváltó Krisztus jelenlétét, de ott van az ígéret, amiből ez a meggyőződés fakad. Jézus ígéret, hogy ez a csend, az életjel nélküli csend nem tart örökké. És itt lehet így, a nagy szombat csöndjében nem csak a feszültség, hanem a bizalommal és reménnyel teli várakozás. Hogy megszólaljon a jel, hogy felhangozzék, legyőzte a halált. Hogy halála győzelem a mulandóság fölött. De most még nincs jel. Mélység, sötétség, vastag falak, a sziklasír leárnyékolja a jelet, az élet jelet, a győzelem jelét, a húsvét jelét. Még várnunk kell, de ebben a csendben már ott mozog. Jelen van az öröm. Várhatjuk, hogy áttörje az örömhír, feszült, ám de várakozással teli csendben. Úgy, ahogy a záró korán sorai is magában hordozzák ezt az örömöt, ezt a reménységet. Végső órában már közel, Szent Angyolt küld értem el. Vigyen örök hazámba. Válhat testemből földi bor, új életre hív majd egykor ítélet hasonló. Akkor megrendül föld és ég, megújul a nagy mindenség, és megdicsül új testben, jóságot áldom szűnben. Erre segíts, én Istenem, és téged dicsérlek szűnben. Az a bizonyosság ott van ebben a felcsendülő passióban is. Ott van az, ami az apostol szavain keresztül is megjelent. Most még talán le van árnyékolva a jel. A sír még nem engedi, hogy megérkezzen az ünnep. De közelebb az ünnep, ott van közel, hogy a mi csendeinket is áttörjük. A mi feszültségeinket is feloldja, hogy magával ragadó módon felemeljen a csendből, a némaságból, a bizonytalanságból húsvét örömet. De most még csend van, feszültség csendje, várakozás csendje, de hamarosan az élet dallama győz. De még addig is, ebben a csendben adjon erőt az apostol meggyőződése. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalma, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hirdetést olvasom, templomunk hagyománya szerint a János Passió mai előadását is áldás mondással fejezzük be. Zárja az alkalmat ma is az áldás csendjében. Taps helyett én köszönöm meg a művészetnek a szolgálatot. A közreműködők,
Úgy Zsófia a szobrán, Makos Kornélia alt, Szerekován János tenor, Farkas András tenor, Mika László basszus, Ámori Szabolcs basszus, Dobozi Orbán csembaló, Vámos Marcell csembaló, Mekis Péter Orbán, koncertmester Takásné Nagy Gabriel, művészeti vezető Otvai Károly, luteráni énekkart és a budapesti vonósok kamarazenekart dr. Kamsállal nevezi. Luteránia a 30 éve elhúnyt Beltrádi Jernőre emlékezik a mai napon. A szünetben körbevitt kosarakkal gyűjtjük össze azokat a hozzájárulásokat, amelyek gyülekezeti zenei szolgálatát egyházzenei alkalmaink ingyenes felépíti érvédi megrendezését segíti. Minden adományt ezúton köszönünk. Isten békessége, amely minden értelmet meghalt, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kaifer vor das Lichthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Lichthaus, auch da sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diese Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: ging Pilatus wieder hinein in das Lichthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Jüdenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jüde? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden da kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Thank you.
Pilatus zu ihm. So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin mein König. Ich bin dazu geboren. Dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und gesagt, ging wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch eine Lust gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den Jüden König losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Betrachte meine Seele mit ängstlichem Vergnügen, mit bitterer Lust und harpeklemmten Herzen. Deine Lass auf ihn und
Sein Blut gefärbt
Königsmächte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihn ein Purpurkleid an und sprachen: gab ihm keine Antwort. Da
sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Schrien und sprachen:
heißet auf Hebräisch Golgotha. Oh, my God.
zehn Hände zu beiden Seiten. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der jeden König. Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn die Städte waren all meine Stadt. Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf Hebräische, Griechische und Lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Nächte aber, da sie Jesu gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Einen jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht von oben an. Gewürket durch und durch, da sprachen sie untereinander: Lass uns gehen, 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 l
Soldaten, die Kriegesknechte. Es spürt am alten Kreuze Jesus seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria Kleophas war und Maria Magdalena. Seine Mutter sah und die Jünger dabei stehen, ihr Liebhabte, spricht er zu seiner Mutter. Weib, siehe, das ist deine Sohn. Danach thank you.
Mondjuk el együtt az utolsó mondatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Still schweigen.
Herz zerriss in zwei Stück von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete und die Felsen zerrissen, die Gräber täten sich an und schon erlauf in Leiber den Heiligen. Thank you.
Spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Erlaubert es, der Ohren kam er und
seh der Leichnam Jesu, umwunden ihn in Leinentücher mit Spezeralen, wie die Jüden fliegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wird, ein Garten, und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je gelieget war. Da selbst hinlegten sie Jesu, und des Rüstags willen der Jüde, die weit das Grab.
és hirdessük az ő halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot szeretetéről. Építsük a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeladó szeretettel. Fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg titeket, mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent. Ja, igen. Milyen ez? Ja. Ez a baj, hogy nem tudom, hogy mit tudom. Ez a baj, hogy nem tudom, hogy mit tudom.